Szent 23. Jánosról szeretnénk néhány gondolatot erről a nagyszerű pápáról mondani. Hát bizony, mára már a fiatalabb generációknak nem sok minden jut az eszébe róla. Az utca emberének pedig nyilván még kevesebb. Pedig, ha megismernénk és megismerjük őt, hogy ki is volt valójában, szerintem most a 21. század elején is nagyon sok embernek a szívébe lopná be magát, és nem véletlenül. Úgy, mint annak idején, amikor még fizikailag is köztünk lehetett. Rögtön az elején érdemes talán az egyik olyan tulajdonságával kezdeni, ami rá igazán jellemző volt. És bármennyire is furcsa, ez nem más, mint a humor. Feljegyezték, hogy amikor egy bíboros nehezményezte, hogy a vatikáni fizetés emelés után az egyik alkalmazottja ugyanannyit keres, mint ez a bíboros, akkor a pápa azt mondta: barátom, annak az alkalmazottnak 10 gyereke van. Remélem, a bíborosnak egy sincs. Ferenc pápa újságírói kérdésre egyszer azt válaszolta, hogy miért példakép számára Angelo Giuseppe Roncalli, vagyis 23. János pápa. Elmondta, hogy úgy tekint rá 23. Jánosra, mint a falusi papra. Ő olyan, mint a falusi pap. Egy pap, aki minden hívőt szeret, aki képes gondot viselni a hívekre, hatalmas humorérzékkel és nagy életszentséggel rendelkezik. Az Isten hangjára figyelmes ember volt, mert ez a gondolat a Szentlélektől jött neki. 12. Pius már gondolt arra, hogy megszervezi a zsinatot, de a körülmények nem voltak megfelelők erre. Úgy hiszem, 23. János nem gondolta a körülményekre. Megérezte és megtette, mert olyan ember volt, aki engedte, hogy az Úr vezesse. Így nyilatkozott Ferenc pápa róla. Kedves nézők, a rövid bevezető után néhány gondolatot engedjenek meg 23. János pápává választásának előzményeiről. Azt a történelem könyvekből is tudni lehet, hogy amikor 12. Pius meghalt 1958. október 9-én hosszantartó szenvedési súlyos betegség után, a temetést követően azonnal megkezdődött a konklávé, mert a Vatikán az akkori nemzetközi feszült helyzetben gyorsan szerette volna beiktatni az új pápát. A döntés azonban nehezebben született meg, mint ahogy azt a Szentszék gondolta. Csak a 8. szavazás után, 1958. október 28-án szállhatott fel ez a bizonyos fehér füst, és jelentették be, hogy Szent Péter 261. utóda Angelo Giuseppe Roncalli lett. A konklávé döntése a közvéleménynél, a hívőknél és a pápát választó bíborosoknál csak Roncallit lepte meg jobban. Legendás humora azonban most sem hagyta el. És miután a választás eredményét elfogadta, azonnal megjegyezte: pápa bárkiből lehet, amint azt az én esetem is bizonyítja. Az új pápa a 23. János nevet vette fel azért, hogy elhalványítsa a késő középkor hasonló nevű pízai ellenpápájának az emlékét. Érdemes tudni róla, hogy bárhol szolgált, mindenkivel szót tudott érteni. Határtalan bizalmat sugározva közeledett minden emberhez és minden helyzethez. Óriási jellemének köszönhetően jelenlétében senkinek nem kellett szerepet játszania. Sosem szerette a képmutatást. Mindenki önmaga lehetett. Viszont éppen ezért ő is mert őszinte lenni. Francia nunciusként egyszer azt mondta, hogy szó ami szó, gyakran jobban érzem magam a nem hívők között, mint a fanatikus katolikusok körében. Jobban érezte magát a nem hívők között,
mint a fanatikus katolikusok körében. Én azt gondolom, ez egy nagyon fontos mondat volt, amit kimert mondani. Az, hogy a személyiségéből áradó jóság és a szeretet milyen mértékben hatott az emberekre, jól illusztrálja, hogy a francia Édouard Herriot, aki a 20-as években miniszterelnök is volt, egyszer úgy nyilatkozott róla. Ha a történelem folyamán minden francia püspök olyan lett volna, mint ő, akkor Franciaországban sosem alakult volna ki antiklerikalizmus. Aztán el is érkeztünk életének egyik legfontosabb lépéséhez. 1959. január 25-én a falakon kívüli Szent Pál bazilikában bejelentette, hogy 500 év után először római egyházmegyei zsinatot szeretne tartani, vagyis szeretné befejezni az első vatikáni zsinatot, és összehívni a második vatikáni zsinatot. Ekkor történt meg, hogy egy fiatal tisztviselő a Vatikánban azt mondta a pápának, hogy ez teljességgel lehetetlen, hogy 1963-ban a második vatikáni zsinat létre tudjon jönni. Mire a pápa erre azt válaszolta, jó, akkor 1962-ben fogjuk megnyitni. És meg is történt, 1962. október 11-én megnyitotta a második vatikáni zsinatot. A történészek és a szemtanúk szerint is szédületes erejű volt. Több mint 2500 püspök érkezett Rómába, és először történt meg, hogy 18 nem katolikus egyház elfogadta a pápa meghívását, és hivatalos megfigyelőt küldött a zsinatra. És mindezt miért? Mert a világ és a nem hívők is megértettek valamit az ő üzenetéből. Megértették azt, amit egy szóval úgy lehetne összefoglalni, hogy bensőséges nyitottság. Megérezték ezt a bensőséges nyitottságot. Ennek a belső viszonyulásnak, ennek az érzületnek a szép visszatükröződése volt az a legendássá vált beszéd, amit a második vatikáni zsinat megnyitásának estéjén 1962. október 11-én mondott el a dolgozó szobájának az ablakából. Ugyanis az történt, hogy naplemente után a rómaiak és a zarándokok egy fáklyás körmenetet rendeztek. És ez a fáklyás körmenet, ez a Szent Péter térre érve egy hatalmas keresztet formált. A pápa felállt, odament a dolgozó szobájának az ablakához, és a következőket mondta a téren levő embereknek. Azt mondhatjuk, hogy ma este még a hold is siet, hogy megnézze ezt a látványosságot. Amikor hazaértek, otthon találjátok majd gyermekeiteket, simogassátok meg őket, és mondjátok nekik, hogy ez a pápa simogatása. És ezt olyan csodálatos őszinteséggel mondta, hogy egyszerűen magával ragadta az embereket. De sajnos a gonosz lélek sem tétlenkedett. Ellenséges erők merényletet követtek el ellene, végül sikerült az életét megmenteni, de utána már nagyon sokat betegeskedett. Rómában halt meg 1963. július 3-án gyomorrákban. Halálátusáját a média segítségével az egész világ nagy együttérzéssel követhette nyomon. Egyébként azt mondta a súlyos betegsége alatt, hogy az ágyam oltár, amely áldozatot követel, kész vagyok magam feláldozni. És miután ez megtörtént, arra már mi is, az én generációm is emlékszik saját tapasztalatunk alapján, hogy II. János Pál pápa 2000. szeptember 3-án boldoggá avatta, emléknapját pedig október 11-ére a II. Vatikáni zsinat megnyitásának évfordulójára tette a katolikus egyház. Szenté avatása 2014. április 27-én az Isteni Irgalmasság vasárnapján történt, az őt korábban boldoggá avató II. János Pál pápával együtt.
ismét Ferenc pápát segítségül hívva, talán egy mondatban lehet összefoglalni az ő nagyszerű és határtalan jellemét. Ő volt az az ember, aki engedte, hogy az Úr vezesse, és az Úr vezette őt. És végül befejezésképpen a jelleméről egy gondolatot szeretnék elmondani. 23. János hihetetlen népszerű pápa volt. Ugye parasz családból származott, ezt soha nem felejtette el. Nem felejtette el, hogy honnan jött. Élete végén hálát adott, hogy szegényen halhat meg. Egyszerűségének, közvetlenségének és ember szeretetének köszönhetően nyitottan tudott közeledni a hívők és a nem hívők csoportjához egyaránt. Korát meghazudtoló módon olyannyira haladó gondolkodású volt, hogy a gondolatait napjaink bármely csapatépítő menedzsere a tréningjére is gondolkodás nélkül átveheti. Azt mondta, ne a félelmeidtől kérd tanácsot, hanem a reményeidtől és az álmaidtól. Ne a kudarcaidon gondolkozz, hanem a még meg nem valósított lehetőségeiden. Egyszerű és közvetlen stílusával, a humorával, szinte mindenkivel megtalálta a közös hangot. A New York Times magazin 1962-ben az év emberévé választotta őt. A francia közvéleménykutató intézet halála előtt 2 héttel végzett egy közvéleménykutatást, és azt a kérdést tette föl, hogy mi a véleményed János pápáról. A megkérdezettek mindössze 2%-a mondott rossz véleményt róla, 98%-a kiváló embernek tartotta. Szinte példanélküli volt ez az eredmény. A nép pedig többféle módon is, többféleképpen is nevezte őt. Úgy hívták, hogy a jó pápa, a világ plébánosa, illetve amiért időről időre elhagyta a Vatikánt, az amerikaiak Johnny Walkernek, vagyis Sétáló Jánosnak hívták. Az olaszok pedig Giovanni Fuori le Murrának, vagyis falakon kívüli Jánosnak nevezték őt. Talán az idősebbek emlékeznek még rá, hogy a kubai rakétaválság idején segítette a kapcsolatfelvételt Kennedy és Hruscsov között. És befejezésképpen egy Léleknaplója című művében azt írta, hogy az alázat és az egyszerűség szinte lényéből fakad. Ezek adnak neki belső békét, harmóniát és nyugalmat. Ő maga sem gondolta, hogy valami kiemelkedőt vár tőle az Isten. Később leírta, hogy hogyan méricskélte magát a nagy szentekhez, mint például Gonzaga Szent Alajoshoz, és hogyan látta be azt, hogy képtelen az ő nagyságukhoz felérni. De, hogy felérte a nagyságukhoz vagy sem, az döntse el a kedves néző. És legvégül jellemét értve talán az egyik leghumorosabb mondása az a következő volt. És ezzel zárjuk mi is ezt a kis közös gondolkodásunkat. Egyszer egy riporter megkérdezte tőle, hogy Szentatyám, hányan dolgoznak a Vatikánban? János pápa erre így felelt neki, nagyjából a fele. Köszönöm, hogy meghallgattak.